Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Érvényben a vörös kód. A szociális intézmények szállást adnak minden hajléktalannak. Esőkertek és villámárvizek. A védekezés lehetőségét vizsgálják a Pécsi Egyetemen. Diákként dolgozni, diákként adózni. A fiatalok nyári munkavállalásának szabályai. Folyamatos itatás az állatok védelmében. Az állatotthon lakóit fürdetik, fokozottan itatják a hőségben. A nyári meleg és az utóbbi napok hősége minden élő szervezetet megvisel. A hajléktalan emberekről pedig nem csak évközben vagy télen, de a kánikulában is gondoskodni kell. A vörös kód kiadása óta a szociális intézmények szállást adnak minden hajléktalannak Pécsett is. A témában a Támasz Alapítványnál jártunk. Elrendelték a vörös kódot. A június 19-én szerdán kiadott vörös kód kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. A vörös kód akkor lép életbe, ha mínusz 10 fok alatt vagy plusz 27 fok fölött van a napi középhőmérséklet. A Pécsi Támasz Alapítvány szakmai vezetője beszélt az ilyenkor esedékes feladataikról. Pontos tájékoztatni arról őket, hogy hol lehet légkondicionált helyiségeket találni a városban, hova tudnak behúzódni a meleg elől. Ugye nyáron szerencsés az a helyzet, hogy árnyékos helyeket lehet találni parkokban, tehát akinek erre megvan az affinitása, aki a közterületen él életvitelszerűen, azok közül nagyon sokan ezt meg tudják tenni. Mi arra figyelünk, amikor kimennek az utcás kollégáink, hogy aki napon van, a tűző napon, annak mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy húzódjon árnyékos helyre, és hogyha nem fogyaszt kellő mennyiségű folyadékot, akkor ez azért veszélyeztető lehet, kiszáradáshoz vezethet, ezért a kollégáim az utcán ilyenkor vizet szoktak osztani azoknak az ellátottaknak, akiknél nincsen folyadék. Ha a hajléktalanok mégis bemennek a menedékhelyre, akkor ott megfelelő ellátást kapnak. A befogadott személy krízisellátásba részesül, azaz a testi épség megóvásához és pihenéshez szükséges feltételeket biztosítják számukra, illetve a kiszáradást megelőzve folyadékot biztosítanak a kód visszavonásáig. Kifejezetten azért, hogy behúzódjanak a meleg elől, ez nem annyira jellemző. Ugye azt tudni kell, hogy itt a nappali melegedőnkben lehet fürödni, moshatni, tehát ezeket a tevékenységeket az év minden időszakában nyújtjuk. Ez ilyenkor szerintem életmentő is tud lenni, hogy bejön az ember, lezuhanyzik, és azért fel tud frissülni. És ebben azért látom, hogy a klienseknek van erre igénye. A beteg elesett állapotban lévő kliensekre különös odafigyelést tanúsítanak a Támasz Alapítvány munkatársai. Ez a nyári hőség, ez mindenki számára óriási terheket ró, és főleg azoknak az embereknek, akik nálunk fizikailag meg rosszabb egészségi állapotban vannak, azok számára még veszélyesebb. Akik például bent vannak nálunk a betegszobáinkon, vagy az ápoló otthonunkban, ahol idős beteg hajléktalanokat ápolunk, ott például ilyenkor nagyon figyelünk arra, hogy ne üljenek ki a napra, inkább maradjanak bent a szobában, ahol azért jobb hőmérséklet van, és inkább délután esti órákban adunk lehetőséget arra, hogy kint tartózkodjanak. A vörös kód eljárásrend a szociális intézményekre vonatkozó intézkedéseken túl figyelmeztetést jelent a társadalom számára is. Ha valaki az utcán bajba jutott hajléktalan embert lát, jelezze azt a regionális diszpécser szolgálaton keresztül. A péntek 20 óráig tartó speciális eljárásrend fokozatosan lép életbe, Baranyára csütörtöktől érvényes. Esőkertek kialakításával védekeznének a villámárvizek ellen, ezt a megoldást vizsgálják a Pécsi Egyetemen. Egyre gyakoribbak térségünkben is a villámárvizek, melyek heves esőzések során alakulnak ki. A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékot a város csatornarendszere és a zöld felületek nem képesek elvezetni, így az esővíz elárasztja az utcákat, ezáltal jelentős károkat okozva. Pécs a domborzati viszonyai miatt kifejezetten veszélyeztetett. Villámárvizek Pécsen, ezeken az amatőr felvételeken. A lezúduló nagy mennyiségű csapadék folyóvá változtatta például a Petőfi utcát. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot a város csatorna rendszere és a zöld felületek nem képesek elvezetni. Így a víz károkat okozhat az utcákon, az épületekben.
Ez már a Pécsi Egyetem ifjúság úttételephelyén készülő esőkert. Ezek telepítése lehet megoldás a villámárvizek ellen, illetve a csapadék hasznosítására. Infrastruktúrális megoldás arra, hogy a beszivárgást erősítsük a lefolyás ellenébe, illetve a felszíneti víztározást is domináljuk. Ugye a projektnek a neve az, hogy Sponge City, ami magyarra fordítva az, hogy szivacsváros, tehát ez burkoltan vagy közvetve arra utal, hogy víz visszatartás lenne a lényeg, és nem a lefolyás. Tehát ha a csapadék lehullik, akkor két lehetősége van, vagy lefolyik a felszínen, vagy beszivárog a felszín alá. Nyilván azzal, hogy hosszabbak lesznek az aszályos periódusok, a talajban történő víz visszatartás is nagyon-nagyon fontos. Ezekkel a medencékkel most azt vizsgálják, hogy milyen föld-homok keverék arány az ideális az esőkertek kialakításához. Nyilván a növényeknek szüksége van talajra, vagy mondjuk azt, hogy itt virágföld vagy kerti földről van szó. A homok viszont a nagyobb szemcseméret miatt a beszivárgást erősíti. Ennek az optimális arányát próbáljuk megtalálni. Tehát ne legyen túl sok homok, mert akkor a növényeknek ugye nem lesz jó, a növények szépen ugye akkor elpusztulnak, pláne, hogyha ami hosszabb száraz periódus van. Tehát viszont akkor, hogyha kevesebb benne a homok, akkor meg a beszivárgást csökkentjük, és akkor ugye a lefolyás fog növekedni. A kialakított medencékben most azt mérik, hogyan hatnak a különböző tényezők ezekre a folyamatokra. Ilyen például a párolgás, a vízmennyiség, a talaj szemcsemérete, a meteorológiai körülmények. Az egyetemi docens azt mondja, minél több esőkert telepítése és minél kevesebb beton vagy szilárd burkolat építése lenne jó Pécsen. Itt az kéne, hogy minél kevesebb vízáró réteg, és minnél több, ami permeábilis, tehát vízáteresztő, természetes felszín vagy talajfelszín, és minél több zöld fölött. A zöld fölött nem csak arra jó, hogy késlelteti a lefolyást, hőmérséklet, ugye, csökkentő hatása van, tehát úgy értem, hogy ez a városi hősziget effektust csökkenti, és nyilván esztétikai előnye hatása is van. Jelenleg Pécs területének 37%-a betonnal vagy vízzáró burkolattal van fedve, ami nagyon magas arány. Ehhez jön még a domborzati adottság, így nem meglepő, hogy villámárvizek alakulnak ki a városban, a szakember szerint. Erre és a csapadékvizek hasznosítására lenne megoldás az esőkertek kialakítása. Az egyetemen 2026-ig vizsgálják ezek kialakítását, a programban 12 ország szakembereivel működnek közre. Rövid híreink következnek. A nyári időszakra bővíti kerékpáros kapacitását több kis motorvonaton a MÁV Start. A vasúttársaság az utas igényekre és a lehetőségekre való tekintettel növeli a szállítható kerékpárok számát az emeletes motorvonatokon. Alapesetben 600 ülőhely mellett 12 kerékpár szállítható ezen a járműtípuson, amelyet a bővítés során 36 bicikli egyidejű elhelyezésére tesz alkalmas a MÁV Start. A kis motorvonatokat vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból részben a Széchenyi terv, részben a Széchenyi terv plusz program keretében megvalósuló projektek lebonyolításával szerezte be a MÁV Start összesen 232 milliárd forint értékben. Idén is meghirdeti hiánypótló egyben egyedülálló kezdeményezését, a PTE rektori ösztöndíjat a Pécsi Tudományegyetem, melynek célja az intézmény elsőéves hallgatóinak anyagi támogatása. A pályázatra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik első helyen jelölték meg a PTE-t. Az elnyerhető támogatás minimum 150 ezer forint per fél év, 4 fél éven keresztül a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó az adott karon elérje az átlagpontot a felvételi eljárás során. Adófizetés, adómentesség, bejelentés vagy megbízás, kétes foglalkoztató, kifizetési garancia. Ezeket kell tisztázniuk azoknak a diákoknak, akik munkát vállalnak a nyáron. Ezt több formában tehetik meg, de be kell tartaniuk a jogszabályokat. Erről beszél stábunknak a NAV Baranyai sajtóreferense.
Diákok dolgoznak ezen a felvételen, a fiatalok a nyári szünetben munkát vállalhatnak, de ennek szabályai vannak, mondja a NAV baranyai sajtóreferense. A diákok 16 éves kortól vállalhatnak munkát, 18 éves korig szülői engedéllyel. A nyári időszakban a 15 éves diákok is vállalhatnak már munkát, akik nappali tagozaton tanulnak. A munkavállaláshoz adóazonosító szükséges. Ez a kicsi zöld kártyán 8-assal kezdődő számsor. Tehát ennek mindenképpen meg kell lennie. Ha esetleg nincs meg a diáknak, akkor a T34-es számú nyomtatványon lehet igényelni a hivatalnál, akár online is. Kedvezmény jár a tanulóknak a nyári munkabérükre. A diákoknál a 25 év alatti fiatalok kedvezményére kell odafigyelni. Ez azt jelenti, hogy minden hónapban havi bruttó 576.601 forintig nem kell személyi jövedelmadót fizetnie a diáknak. Ez akár havi 86.490 forint adó megtakarítást is eredményezhet. Ez a kedvezmény, ez egy adó alapkedvezmény. A kedvezményt a munkáltató kifizető automatikusan kell, hogy figyelembe vegye, hiszen a munkavégzés megkezdésekor a diákok átadják a születési adataikat is. Ebből a munkáltató kifizető tudja, hogy a diáknak jár-e ez a kedvezmény, vagy már nem. De nem kötelező igénybe venni a kedvezményt. Ezt nyilatkozatban kérheti a diák. A fiataloknak azonban figyelniük kell arra, hogy a munkavégzésükről igazolást kell kapniuk. Ha a diákot munkaviszony keretében foglalkoztatják, akkor a munkaviszonyt írásba kell foglalni. Hogyha a diák teljes hónapban 8 órában dolgozik, akkor legalább a minimálbért meg kell, hogy kapja fizetésként. A jövedelméről és a levont közterhekről évvégén egy igazolást is kell kapni a diáknak, amely alapján következő évben majd elkészíti a személyi jövedelemadó bevallását, vagy a bevallási tervezetét ezek alapján tudja majd egyeztetni. A diákok egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi vagy idény munka keretében dolgoznak, akkor ebben az esetben nem kötelező a szerződés írásba foglalni. A fiataloknak lehetőségük van arra, ha maguk keresnek céget, ahol dolgozhatnak, hogy leellenőrizzék, mennyire megbízható a gazdasági társaság. A NAV honlapján lehet erre rákeresni. A hőségben különösen fontos, hogy házi kedvenceinkre, haszonállatainkra fokozottan ügyeljünk. Óvjuk őket a tűző naptól, és folyamatosan biztosítsuk számukra a friss ivóvizet. A fürdetés is hasznos lehet. Pécs-Somogyban a Misina Természet és Állatvédő Egyesületnél is fokozott gondot fordítanak az állatok szervezetének, környezetüknek hűtésére és minden téren való védelmére. Ennek jártunk utána. A hőségben különösen fontos, hogy házi kedvenceinkre, haszonállatainkra fokozottan ügyeljünk. Óvjuk őket a tűző naptól, és folyamatosan biztosítsunk számukra friss ivóvizet. A tartós meleg nem csak az emberek, hanem az állatok szervezetét is megviseli, például a kutyák is kaphatnak hőgutát. A Misina Természet és Állatvédő Egyesületnél ott jártunkkor éppen egy lovat fürdettek. Lentről felfele szoktuk kezdeni a fürdetést, először a lábait locsolom le, utána megyek a farára, és utána a nyakához, és úgy haladok utána a háta oldala felé. Most fontos, hogy ne legyen annyira nagyon hideg ez a víz, de télen, vagy nyáron igazából ettől az átlagos víztől nem lesz semmi gondjuk. Hogyha valamelyik ló beteg, tehát kehes, egyéb gondja van, azt nem szoktam telibe spriccelni, meg ilyenkor is azért igyekszem egy kicsit eloszlatni a vizet. Ha nem, akkor azokat csak távolról mosdatjuk, hogy ne kapjon hirtelen nagy hideget a szervezete. A Pécs-Somogyi Állatotthonban fokozott figyelmet fordítanak az állatok szervezetének, környezetüknek hűtésére. Ha megnézzük a különböző típusú állatokat, akkor azt kell mondjuk, hogy vízre mindegyiknek szükségük van. Természetesen különböző formában, különböző minőségben, tehát mondjuk addig, amíg egy lovat lefürdetünk, és ott is nagyon fontos, hogy fürdetjük le, hiszen egy felhevült állatot, ugyanúgy, mint egy felhevült embert, nem rögtön hideg vízzel nyakon öntünk, mert ha többet álltunk, mint amennyit használunk. Az sem mindegy egyébként, hogy mondjuk egy kutyát hogy fürdetünk le,
A kutyánál sem célszerű az, hogyha egy felrevült állatot rögtön bedobunk egy hideg vízbe, vagy én azt sem tartom túl célszerűnek, amikor egy kutyát elviszünk sétáltatni, és beviszünk rögtön egy patakba. Sajnos azt kell mondjuk, hogy olyan élősködők jelentek ma már meg, és a mai vizeink sem olyan tiszták már, hogy akár ez ne jelentsen problémát. Tehát én mindenképpen az ellenőrzött körülményeket javaslom, a fokozatosság elve itt is érvényesüljön. Lassan, kíméletesen, a végtagoknál kezdve. Kutyák esetében a hátrészt is a fürdetés elején kell kezdeni. A madarak is szenvednek a hőségben, nekik fürdővizet is kell biztosítani, tette hozzá Farkas Tamás, az egyesület elnöke. Az alapvető az a friss víz. Másrészt, ami nagyon fontos, ne ijedjünk meg attól, hogy az állatunk nem fog annyit enni melegbe. Tehát ugyanaz az igazság, mint ami az embernél. Tehát azt gondolom, hogy általában az ember ebbe a 38 fokos hőségbe nem elsősorban mondjuk egy csülkös bablevest fog megkívánni, mert lehet, hogy vannak olyanok, akik ezt teszik, hanem inkább a könnyebb ételeket, kevesebbet teszünk ilyenkor, ez ugyanúgy az állatra is igaz. Tehát kevesebbet teszik, viszont ezek az ételek, ezek legyenek nezdúsabbak. Külön szeretném felhívni arra a figyelmet, amikor tápa letetünk, a táp az egy száraz eledel, ami egyébként víz hatására nagyon meg tud duzzadni. Ilyenkor a nyári időszakokban még több vizet kell biztosítani, mert hogy maga az étkezés és a tápos étkezés is többet elvisz. A legfontosabb, mint számos egyéb esetben a megelőzés, azaz a megfelelő körülmények biztosítása állataink számára. És még egy nagyon fontos dolog, a nyári forróságban, zárt autóban véletlenül se hagyjuk kedvencünket, még 5 percre sem. A régió híreivel folytatjuk. Szakmai és családi programokkal is készülnek a szervezők a Kán Egyetemi Napokra. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampusza a Magyar Mezőgazdasági Kft-vel együttműködésben és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége szakmai partnerségével szeptember 27 és 29-e között ad otthont a Dél-Dunántúl legnagyobb agrárkiállításának. A programra több mint 1000 látogatót várnak. 40 ezer érdeklődőt vonzott tavaly a Kán Egyetemi Napok, amely a térség legnagyobb rendezvénye, mondta az idei programokat ismertető sajtótájékoztatón Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora. Egyetlen egy kiállítás sem foglalkozik olyan mélységekig és alaposan az utód generációval, a fiatal generáció megszólításával, mint a Kán Egyetemi Napok. Néhány évvel ezelőtt, amikor a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem megalakult, akkor indítottuk el a Mate udvart, ami tulajdonképpen az egyetemet mutatja be, az egyetemen folyó tudományos oktatás, innovációs tevékenységet a közvélemény számára is emészthető formában, a fiatalok számára is befogadható formában, hiszen ennek pontosan az a célja, hogy megismertesse, bemutassa azokat az új tudományos eredményeket, amelyeket a gyakorlatban, a mindennapi gyakorlatban használunk, és ezeket ismertessük meg, és szólítsuk meg azokat a fiatalokat, akiket itt szeretnénk üdvözölni az agrárfelsőoktatásba. A fiataloknak, köztük a szakiskolásoknak és a felsőoktatásban tanulóknak is több programmal készülnek a Kánon. Ismét megrendezik az egyetemisták számára a gazdászversenyt, újdonságként pedig tenyészállatfelkészítő versenyre is nevezhetnek a diákok. Bevonjuk a fiatalokat, a diákokat is, mégpedig olyan módon, hogy a tenyészállat felkészítő verseny a diákok közreműködésével, sőt irányításával zajlik, hiszen egy elméleti felkészítés után ők fogják kiválasztani azokat az állatokat, amelyeket majd a kiállítás keretében fogunk bemutatni. És ez egy verseny, tehát egy olyan verseny, ahol a bírálás során az állat és a diák párosát fogjuk elbírálni, versenyeztetni. Nagy öröm számunkra, hogy az egyetemről jó néhányan jelentkeztek. A 15 diák jelentkezett a Szent István kampuszról, 7 a Kaposvári kampuszról, 4 a Georgikon kampuszról, és a felkészítés már folyamatosan zajlik a gyakorlatban, a térség tehenészeteiben, ahonnan ki tudják választani a fiatalok, illetve a fiatalok segítségével azokat az állatokat, amelyek a sóbírálat során bírálatra kerülnek. A szakmai programok között a nyúltenyésztés, a halászat, a takarmányozás és a szarvasmarha tenyésztés aktualitásai is helyet kapnak, de a klímaváltozás növénytermesztésre gyakorolt hatásáról is hallhatnak az érdeklődők az idei Kánon.
A háromnapos programon a családokra is gondoltak a szervezők, ezúttal is megnyílik majd az élményliget. A kisgyermekek számára számos programmal próbálunk kedveskedni. Idén is lesz arcfestés, kézműves foglalkozások, lesz szalmarabirintus, fölépítjük a nagy sikerű Jurtafalut, és ez a helyszín lesz a kiindulási pontja az évek óta nagyon-nagyon népszerű mesetérképnek. Továbbá az Élményliget színpadára színvonalas programokkal készülünk. A Kánon rendezik meg a Somogy vármegyei vadásznapot, amelynek keretében vadfőző versenyre várják a csapatokat. Idén először pedig a Kán keretén belül adnak otthont a 48. országos halfőző versenynek. Idén is berendezzük a helyi ízek utcáját a Nemzeti Agrárkamara Somogy vármegyei igazgatóságával, illetve a Magyar Nemzeti Vidék Hálózattal közreműködve, ahol a helyi termelők mutathatják be portékáikat, termékeiket. A rendezvény ideje alatt a Fedeles lovardában is kínálnak majd programokat, itt ad koncertet Rózsa Magdi is. A Kán idején ingyenes buszjáratokat biztosítanak Kaposvár belvárosából a szervezők. Az általános iskolák első osztályos diákjai pedig idén is ingyen látogathatják az eseményt. A Kán egyetemi napok szakmai és családi programokkal szeptember 27-e és 29-e között várják az érdeklődőket. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkacsoportja a harmadik alkalommal rendezett olyan programot Dombóváron, melyen előadásokat hallgattak meg a résztvevők a különböző függőségeket okozó szerekről. A rendezvény előadásain az aktuális normakörnyezet, illetve a társadalmi jelenségek kérdéskörére helyezték a hangsúlyt. Célja, hogy bemutassák az aktuális kábítószerfüggőségek helyzetét. A Leo Amici 2002 addiktológiai alapítvány rehabilitációs intézete alkohol, drog és gyógyszerfüggőségekben, valamint viselkedési problémákkal szenvedő felnőtt férfiaknak nyújt felépülési lehetőséget bentlakásos, hosszú terápiás módszerrel. Az utóbbi egy-két évben viselkedési függőségek elég jól feljöttek, vagy jól, hát eléggé feljöttek sajnos a mélyből, úgyhogy most már játékfüggő vagy internetfüggő embereket is felveszünk kezelésbe. Hosszú terápiás módszerre dolgozunk, egy éves bentlakásos terápia a mi kezelésünk, és akkor hát a cél az a teljes önálló józanélet. Tehát az, hogy valaki absztinensen, szerek nélkül tudjon tovább működni az életében, ami már egyébként nem menne ki, nyilván azért fordult hozzánk. A terápiák során az első hónapban megismerik a pácienst, és kialakítanak egy számára megfelelő módszert, hogy felépülése sikeres legyen. Utána pedig a kezelésnek mondjuk a második fele, a terápiás időszaknak a második fele már inkább arról szól, hogy megtaláljuk az erőforrásokat közösen, azt, hogy hogyan lesz ebből majd önálló józan élet, hogyan lehet azt megvalósítani, hogy az eddigi kihívásokra, meg kérdésekre, amire egy függő azonnal iszik vagy drogozik, ezen más válaszokat tudjon adni. Más legyen majd a kimenetel ezeknek a helyzeteknek, mint eddig. Az intézet Komlón található, viszont az ország egész területéről fogadják a jelentkezőket. A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával 2024. február végén indította útjára a vállalkozás és térségfejlesztési programját a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ennek egyik kiemelt eleme az úgynevezett potenciális fejlesztési területek adatbázisa, amely immáron elérhető a szervezet honlapján. Erről számolt be Hornok Jenő, térségfejlesztési koordinátor. Az új információs adatbázis célja, hogy egy helyen összesítse, rendszerezze a Tolna vármegyében megtalálható, első körben önkormányzati tulajdonban lévő területeket, amelyek valamilyen ipari vagy kereskedelmi, szolgáltatási, vállalkozási tevékenység folytatására alkalmasak lehetnek. Ezek az önkormányzati tulajdonú területek, ezek megvásárolható vagy bérelhető területek, és gyakorlatilag az a célunk azzal, illetve ezzel az adatbázissal, hogy összekapcsoljuk a vállalkozói igényeket a lehetőségekkel, tehát előmozdítsuk azt, hogy adott vállalkozás adott térségben letelepülni tudjon, vállalkozási tevékenységet indítson. Az adatbázis a kamara honlapján a tmkik.hu weboldalon érhető el. A településre szűrve aztán az adatbázis ugye kidobja azokat a lehetőségeket, ami ott az adott város vagy település környezetében jelenleg rendelkezésre áll,
és olyan szűrési feltételek mellett, mint például területnagyság, megközelíthetőség, felépítmény, a telek nagysága, az adott felépítménynek a típusa, állaga, tehát egy csomó minden olyan információt tartalmaz, ami eldönteti vagy segíti a döntést. Itt az adott önkormányzat elérhetőségei is megtalálhatóak, így könnyen fel lehet venni a kapcsolatot. A jövőben további fejlesztések is várhatóak. Ipari parkok, illetve szabadvállalkozási zónákat is szeretnénk ebbe az adatbázisba beemelni, és nagyon távlati elképzelésként adott esetben a magánszektor, tehát céges ingatlanok szintén eladási vagy bérleti szándékkal történő forgalmazását is szeretnénk megtámogatni ezzel. Az adatbázis sémájára a közeljövőben elkészül egy hiteladatbank is. Vállalkozói hiteleket szeretnénk majd egy helyre koncentrálni, hasonlóképpen egyszerű szűrési feltételek mellett szeretnénk segíteni a vállalkozásokat a forráshoz jutáshoz. A program megvalósítását a Nemzetgazdasági Minisztérium a VF 445/2023 TMK-ike azonosító számú projekt keretében támogatja. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Érvényben a vörös kód. A szociális intézmények szállást adnak minden hajléktalannak. Esőkertek és villámárvizek. A védekezés lehetőségét vizsgálják a Pécsi Egyetemen. Diákként dolgozni, diákként adózni. A fiatalok nyári munkavállalásának szabályai. Folyamatos itatás az állatok védelmében. Az állatotthon lakóit fürdetik, fokozottan itatják a hőségben. Pénteken ismét forróbb levegő áramlik fölénk. A hőmérséklet megközelíti 40 fokot. A napsütés mellett egy-egy zápor, zivatar legfeljebb az esti órákban lehet. Reggel 23 és 26, napközben 36-39 fok várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!